Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogy érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni az ő következő lépése. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ezt megnézzük, hiszen a kártyák erre megadják a választ. Itt látható a kutya. Ez jelenthet természetesen háziállatokat is, kutyát vagy cicát. Amit a kutya még szimbolizál, ez a hűség, vagy egy baráti kapcsolat. Az is lehet, hogy ő szerelmes beléd, de nem ezzel a szerelemmel, nem ilyen érzésekkel közeledik jelenleg, hanem olyan barátilag kezeli a dolgokat. Persze ez a kártya az is lehet, hogy vannak ismerősei, barátok, és itt történt valami, ezen most ő töpreng, lehet, hogy itt meg kell oldania majd valamit. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Itt a halak jelentik az anyagiakat. Lehet, hogy itt a baráti körben kell valamit rendeznie, és ez összefügg az anyagiakkal, a munkával, a hivatással. Ami titeket illet, tehát ezt a párkapcsolatot, akkor a halak jelentik a belső értékeket is. Az önismeret, vagy hogy ő értékeli saját magát, de azt is jelenti ez a kártya, hogy te értékes vagy számára, megkapod a megbecsülést. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni. Itt látható ez a nagy medve, és ez utal az élet erőre. Vagy ő segít neked, vagy te adsz erőt számára. Ez az erő jelenti a belső erőt, a belső hitet is. Hogy hinni kell ebben a szerelemben. Itt látható a hűség, és ő értékel téged. A következő kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt ez a korbács jelenti a félreértéseket, vagy azt, ami fájt a múltban. Itt vannak még ezek a problémák, de ahogy a többi kártya itt mutatja, javul a helyzet, tehát ezek a félreértések, ezek most rendeződnek. Megvan arra a lehetőség, hogy lezárjátok ezeket a vitákat. Az is lehet, hogy az ő életében, az ő környezetében vannak ezek a viták, és ő elmondja ezt neked, hogy mi az, ami őt bánt, vagy miért olyan szomorú, vagy miért volt ilyen szomorú. Tehát itt tisztázódnak majd a dolgok. Itt a halak a vízben vannak. Néha jelentik az alkohol témákat is. Lehet, hogy ez nála egy probléma, egy kihívás, és emiatt lesznek itt majd kicsit félreértések, de mégis meg lesz majd ez az erő, hogy közeledjetek egymáshoz, hogy megoldjátok ezeket a problémákat is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!